Mindenkinek Vasszabba vagyok, és ez itt a következő Team Fortress 2 item set-es videóm, amiben egy heavy item set-et fogok kipróbálni. Alapból én nagyon-nagyon rosszul nézek erre a setre, ez ugye elég furcsán hangzott, de a lényeg, hogy ez egy nagyon rossz setnek tűnik. Ezek mind elég rossz fegyverek, és nem is az, hogy segítenék egymást, hogyha már egy setben vannak, hanem még hátráltatják egymást. Most egyetlen példát fogok felhozni. Hogyha ezt a húsit megesszük, akkor amíg a hatás alatt vagyunk, 25%-kal több sebzést kapunk. Emiatt a fegyver miatt pedig folyamatosan 30%-kal több sebzést kapunk, úgyhogy ez már alapból is rossz a 30 is, de azt még úgy valamennyire el lehet nézni, hogy jó, oké, 30-et kapok, ez elég sok, de azért lehet, hogy valahogy le tudom küzdeni majd, de még hogyha ezt is szeretném használni mellé, akkor az már 55% damage elszenvedés pluszba, úgyhogy szerintem ez egy eléggé negatív, de azt majd meglátjuk, hogy pontosan hogy fog működni ez a set. Igazából így gyorsan kipróbáltam ezen a pályán taktikát ezzel a kis lassú heavyvel, mert ahogy láthatjátok, lassan lehet fölpörgetni a minigánt, lassan lehet vele közlekedni, úgyhogy én igazából teljes mértékben alkalmatlan vagyok arra, hogy bárhova közlekedjek, vagy bármit begyűjtsek, úgyhogy kipróbáltam a taktikát, és felálltam oda a lift fölé. Amikor csak ráállt valaki, vagy úgy elkezdett a környékén közlekedni, akkor megöltem, és igazából ez elég jól működött, szereztem 12 killt vele. Igazi veszettünk, úgyhogy talán annyira mégse, de hát igazából remélem majd nyerünk is. Annyira nem kell scramble, szerintem ez így jó. Látjátok gyerekek, nem kell mindig scramble, amit vesztettetek. Ó, a kis scout itt van, ő is vesztett, és ő sem akart meghalni, úgyhogy hát igazából gondolkodok rajta, hogy amikor kezdődik a kör, akkor húsit meg kéne enni a sebességért, meg a picit több damage-ért, de az az 55%-os plusz damage sebződés az nagyon rosszul hangzik. Az borzalmasan rosszul hangzik. Össze találkozik egy pyroval, biztos, hogy meghalok, úgyhogy ez így eléggé veszélyes. Akkor a terv az, hogy felállok ide. Ha itt fenn van valaki, akkor azt úgy megöljük, nincs itt senki. Tehát felállok ide, és ha valaki a lifthez, vagy itt elkezd közlekedni, például te, de velem vagy, úgyhogy annyira mégse, akkor azt megölöm. És ez eddig ott egy sniper. A sniper mondjuk a gyengém, tehát hogy azzal nem igazán tudok mit csinálni így heavyként. Oda lőttek egy párat, és azért valamennyi sebzek is rá, de nem hiszem, hogy azon kívül, hogy visszamegy, elérek bármit, és utána 5 másodperc múlva visszajön megint, úgyhogy ez úgy annyira nem értelmes. Jó, megijesztett a heavy, de Elebb a mediket. Elég messziről is azért lehet damage-elni az embereket, mert van ezen plusz damage, tehát hogy annyiban mondjuk jó ez a fegyver. Merre mész? Itt jön, nézzétek meg. Ó, szia! Te is? Oké. Itt vannak a liftenyere, kinézek is! Ne! Ó! Pedig pont random kritem volt, ami ezzel a kis plusz damage-es fegyverrel még külön jó, de nem, az a sniper az megölt. Nem is néztem, hogy mennyi HP-ja marad, de igazából szerintem 2-3 minimum eltaláltam, úgyhogy olyan nagyon sok HP-ja nem maradhatott. Gyerünk, sniper, mert meg a megmentették a napot? Oké. Már nincsen a liften az ellenség. Csak a táska, azt hiszem. Az fölfelé megy, vagy lefelé? Az áll, oké. Akkor nincs gáz, gyerekek. Gyorsan megnéztem, és nem láttam problémákat. Kijövök ide a kis fél kilométer per órás sebességemmel, és felvettem egy teljes HP pakkot 19 HP-ért, ami nem tűnik annyira effektívnek. Jövök, srácok, jövök itt. Hallom, hogy mindig lövöldözik, de én rohadt lassú vagyok, úgyhogy őszinte legyek, úgyhogy elég nehéz bárhova odaérni időben. Jó, táska már nincs itt, úgyhogy akár az én csapatom is elhozhatja. Ugye mondtam, hogy én nem igazán vagyok alkalmas rá, úgyhogy szerintem egy sniper ott nézett engem, ami eléggé kellemetlen volt. Tehát én szerintem úgy meghagyom inkább másoknak a lehetőséget, hogy elhozzák a táskát, mert én ezzel a kis lassú lódaúttal alkalmatlan vagyok rá. Most tanulunk valami, gyerekek, ez a húsi hílele. Igazából soha nem szoktam használni, úgyhogy nem tudom. Nem hílel. Oké, megtudtuk ezt. Ezt erre nem lehet használni. Hát akkor próbáljuk megölni valakit, de így... erről beszélt. Ne vedd elő a lángszórót. Itt elővett a lángszóróját! Az 55%-os plusz damage miatt meg fogok halni, bevárom. És megöltem vele. És kaptam plusz HP-t. Nem is tudtam, ez a fegyver ad plusz HP-t. Elég sokat lehet ebben a videóban tanulni, gyerekek. Hát egy soldier. Aztán fönn vannak a liften. Nem jó, nincs gáz. Kicsit segítünk. Ezzel azért ugye eléggé nyugodtan lehet lövöldözni embereket, akár aránylag messzi távolságokból is, mert azért tényleg van egy kis damage-e, és azért úgy elérnek odáig a golyók. Kinéztem, hogy a gyerekek is 2 vagy 3 sniper nézett rám, úgyhogy ez itt úgy eléggé veszélyes. Ez mondjuk úgy nehezíti a tervemet, hogy én itt fönnálljak, próbálok itt átugrálni, és lőnek is rám. És el is találtak, de olyan sok HP-t nem veszettem. Igazából elkezdtem lőni őket, és valamennyire sebződnek is, de mint ezt már előbb láttuk, ez nem annyira érvényes úgy mindenre. Én megeszem húsit, előbb öltem vele egy gyerekek, úgy innent ez a kedvenc fegyverem. Jó, nyilván nem, de üljünk vele még egyet. Ott egy scout. Megütöttem. Belopta a sentry. Hát igazából ezt nem tudom hibáztatni, ő nem tudja kontrollálni magát. Jön valaki? Nem, úgy láttam pedig. Mindegy, majdnem megint öltünk egyet vele, úgyhogy annyira azért tényleg nem rossz fegyver. Belopjuk a medikát, nem, mert végre lett az effektnek, úgyhogy dög lassú lettem már megint. Valaki bán...
hogy került meg én a Soldier? Pedig én olyan nyugodtan lőttem volna a Snipert. Meghalt legalább a Soldier? Nem is, ott van, és őrjünk, és senki nem tudja megölni. Bennünk legalább nem viszik a táskát, úgyhogy szerintem ez ezzel a csapattal már így tökéletes. Menj harcolni, Albert 1-2-1, jó? Nem? Nem? Hát te tudod. Meg ezzel a musit is így gyorsabban ki fogok érni a harcmezőre. Az is benne van a pokéban, hogy lehet, hogy akár mégis ölök vele egy-két embert, vagy lehet, hogy mégis halok miatta. Ó, ki lett... Albert ki lett rúgva, mert inaktív volt. Megérdemelte. Hát lehetjátok, gyerekek? Harcolni kell, különben ki leszek rúgva. Ez is egy mai tanulság. Ó, viszik a táskát, de én nem hiszem, hogy nagyon oda akarnék rohanni 55%-os plusz damage-el. Le is járt a kis cuccuk, úgyhogy felállok ide. És leestem is. És semmi nem alakul jól. Adjatok békén. Valaki esetleg szeretne engem még így háborgatni? Mert van egy minigunom, ami hogyha 5 perc alatt sikerül felpörgetni, akkor nagyon OP, úgyhogy vigyázzatok velem. Nyere, scout. Oké, nem lopták be, úgyhogy megint néz. Nagyon néznek azok a sniperek, igazából sokat nem lőnek, tehát hogy még nem nagyon láttam őket lőni egy alkalmat kivéve, de mindig néznek, úgyhogy szerintem az már úgy eléggé ijesztő. Még egy kill. Oké, megvolt, még a mediket és még a medik. Belopták, mindegy. Igazából annyira nem belopták, mert nem is ütöttem bele, de nem lett meg a kill, úgyhogy azt hiszem úgy ennyi elég. Ezzel a pyroval fogunk spawn campelni, ezt látom már. Együtt fogjuk rettegésben tartani ezt a vidéket. Nézd, ott jön valaki, és nem erre fog jönni, mert itt vagyok. De... Na, nyisd ki, ha mered! Oké, megyek vissza, nyugi! Nem kell itt rögtön keménykedni. Látjátok, keresik a balhét. Ilyenek ezek a kékek, én vagyok a kék, akkor ilyenek ezek a pirosak. Nem gáz. Ott, gyere ide, úgy! És a húsa nélkül megöltünk valakit. Gyere csak. Random crit. Hát ezt nem tudom, mit csinált. Itt egy befutott utánam, látta, hogy hátrafordulok, és ilyen 5 másodperces fáziskéséssel elkezdett láthatatlan lenni. Jó, hát mondtam, hogy nem én fogok eljönni a táskáért, de valahogy mégis ide kavarodtam, úgyhogy azt hiszem menjünk. Remélem, hogy azért valaki úgy majd segíteni fog, vagy legalább nem vadásznak le közben. Mert ilyenkor, ha jól tudom, akkor az ellenség látja, hogy hol vagyok. Úgy nagyjából az irányomat legalább, úgyhogy biztos lesz olyan, aki úgy elkezd vadászni rám, de egyelőre biztonságban érzem magam, és ez úgy elég jó ér. Ott egy spy. Nem hiszem, hogy velem van, és de. Na, hát akkor nem tudom, mit csinált itt. Lehet, ő akart védeni? Lehet, ő volt az a nagy védőember, akire úgy vártam? Oké, ez a pyro is velünk van. Jó, hát gyerekek, én viszem fel, és fel van pörgetve a minigunom, ami valami plusz 20%-os damage ellenállást eredménye. Szeretnék arrébb menni, csak rohadt lassú vagyok. Amikor fel van pörgetve a minigunom, és még guggolok is, akkor egyáltalán nem tudok mozogni, úgyhogy az itt eléggé gázos. Itt vagyok, én még élek valahogy. Oké, ez igazából tök jól működött. Jó, még nem nyertünk, de mindjárt berakom, ne lőjetek. Hirtelen megijedtem utol a pirostól. Itt vagyok, rakd be a táskát. Hát igazából ez sokkal jobban működött, mint ahogy vártam. Én azt hittem, hogy 6-szor ki leszek lőve a sniperek által, meg még útközben elkapnak, de nem, oda mentem a táskáért, senkivel nem is találkoztam, és bevittem, úgyhogy azt hiszem ez egy eléggé GG-s volt. Mennyi a statom? 23. Igazából egyelőre ez a loadout még sokkal jobban teljesít, mint vártam. Megint húsi? Nem. Igazából ezt húsit, ezt lehetnél kéne használni, mert így belegondolva azért vannak vicces kombók. Most hirtelen nem tudnék mondani egyet se, de valamikor ezen így gondolkodtam, és így rájöttem, hogy azt, hát ez lehetne akár használni, és ennek van értelme néha. Úgyhogy ezzel majd mindenképp fogok kísérletezgetni, hogy ez hogy lehet úgy normálisan használni, de addig itt vagyunk, és arra fogom használni, hogy gyorsan kiérjek a csatamezőre. Hát megint én menjek el a táskáért, igazából megoldhatjuk gyerekek velem, meg lehet beszélni az ilyesmit. Előbb is működött, én ezt elismerem, úgyhogy igazából nem látom értelmét, hogy miért ne én mennék most is. Mindjárt föl lehet venni, itt nincs senki. Király. Nyugi, veled vagyok, nincs gáz. Na, oké. Gyere, meddig, megvédelek, oké. Visszük a táskát, közösen, olyan menők vagyunk, nem? Hileni, nem karsz? Megoldod egyedül? Hát, hogy gondolod, figyelj. Ha neked nem kell Uber, akkor... nem tudhatom, hogy az emberek mit gondolnak az Uberről. Ne bánts, olyan lassan pörgette fel a minigunt, hogy nem tudtam megvédeni a mediket. Aki lehet, hogy most, igen, meg is halt. Mindegy, akkor felveszem a táskát, és enyém lesz a dicsőség. Meghalt? Oké, te is megfogsz. Nem menekült senki vaszabitól, igazából, de elég sokan el szoktam menekülni, de ti most nem fogtok. Hova tűnt egyáltalán az a spy? Olyan sokat meglőttem, de... Hát, oké. Random critek gond. Ott van Albert! Megöltem Albertet! Visszajött! Én nem tudom, mikor valamiért kikkelnek egy szerverről, mondjuk azért, mert AFK voltam, ami elég ritka igazából, de... Ha ugye elképzelem, hogy emiatt kikkelnek, akkor nem igazán mennék vissza, de... Ő valamiért visszajött, és boldogan játszik. Mondjuk annyira nem, megöltem, de...
tegyük fel, hogy boldogan játszik, statját megnézem, 0-3. Hát akkor annyira nem boldogan, de játszik, úgyhogy ennyi szerintem mindenképp elmondhatunk róla. Hogy került oda a táska? Hát ott volt előbb még. Milyen körülmények között kerülhetett oda? Hát én nem tudom, ott mi történt, de ne bánts, sokat image! Két rakétából megölt, mert oké, hármat lőtt rám, de egyet az totálisan mellé lőtt, úgyhogy ezt nem számoljuk, de... Ez a plusz 55%-os damage dose, ez nagyon-nagyon rossz. Ez tényleg egyébként stackelődnek, vagy ez tényleg ennyire rossz? Mert igazából, amikor létrehozták még elég régen ezeket a szetteket, akkor ezek a fegyverek még nem pont így működtek, mint ahogy a mai napjainkban, úgyhogy... Akkor még lehet, hogy egy kicsit jobb volt ez a loadout, lehet kicsit jobban úgy harmonizáltak az itemek, ha ezt így lehet mondani, de most már biztosan nem. kevéske kis HP-val ugrott a Pyro, de én ezt nem hagytam neki. Beugrunk itt és ez egy elég jó érzés. Azt hiszem ez egyik a kedvenc dolgom, amit eddig ezzel a fegyverrel tudok csinálni. Onnan nem fogsz kijutni. Az ott nem lesz meg, rá tudom bántanak! Oh, és túlélte, és én meg meghaltam. Ez nagyjából a legrosszabb kimenetel volt, ami úgy elő. Fordulhatott. Vegyétek a táskát, ott van, teli van, körbe van véve a lift barátságos emberekkel, tehát a teljes csapatom ott van körülött, és mégis valahogy a liftre keveredik az ellenség a táskával, úgyhogy ezek ilyen dolgok, amiket annyira nem értek. Tehát, ott vagy a lift körül, és tudod, hogy erről szól a játék, akkor miért nem azt nézed, vagy így, akkor ott mi történik? Ugye, most nem fogsz, oké, most nem menekült el. Előbb megúszott mindent, még a minikritet is, meg... Az mini crit? Vagy random crit? Valami crit-el is volt ott, de lényeg, hogy mindent megúszott, és még így is túlélte. De most nem, most is én már ölőjéssel megöltem, úgyhogy azt hiszem elégedett vagyok magammal. Ott jön le a scout, ó, de jó, beugrottunk elé, és meg fog halni. De nem? Mégse? Oké, és még túl is éltünk. Megnéztük, hogy nem jön valaki? Remek. Jó, ez így elég epikun nézett ki, hogy egy lánguló scout elé beugrottam. Dispensert nem raksz ide? Te meg egy spy vagy? Mégse, oké. És én szépen megyek a HP-re. Utána szerintem veszek egy húsit, mert most úgy kedvem van rohangálni. Megeszem, hamnyam. Közben meg is kaptam a HP-t, úgyhogy minden tök jól összejött. Gyertek. Eléggé viszont vannak szorítva, de ott egy scout, aki... Jó, itt... nem jött össze. Igazából tényleg nem lenne ekkora damage dolog ezen a cuccon, akkor akár még többet is tudnék ölni vele, de nem, sajnos nem így működik, és megint megölt egy scout. Mindig egy scout öl meg, jó, ez így nem igaz, de elég sokszor, úgyhogy szerintem 7 halálomból legalább 4 a scouttól van. Úgyhogy ez úgy eléggé jelez valamit szerintem. Fel fog égni a szegény heavy. Felég? Igen, feléget. Hát mindegy, igazából bárkivel megtörténhet, úgyhogy azt hiszem ez van. Igazából tényleg nem tanulok a saját hibámból, bármikor megeszem a mosit, akkor nem bármikor, de mondjuk az esetek 90%-ában meghalok. De én valamiért újra és újra megeszem, mert én hiszem, hogy ennek a setnek van valami értelme. Én még keresem ezt az értelmet, ne bevállj, megint a scout! Lesz egy ötödik halálunk is a scoutoktól. Tehát, hogy én még mindig hiszek benne, hogy ennek a loototnak van valami értelme. Valami taktika biztos van benne, amit jó használni, és amire tökéletes ez a loadout is. Felvettem a HP-t, hatalmas szerencsém volt, hogy belehátráltam a HP-ba, anélkül úgy nyilván halott lennék, úgy eléggé durván. Hol a táska? Jó, de nem látom a táskát, de ott van. Hát miért van ott, és miért az ellenségé? Miért nem mi hoztuk el? Meg fog halni? Nem mondjam, hogy bevitt a táskát, jó. Medik? Jó, nincs itt egy medik se, de mondjuk lehetne egy. Van egy medik, egyszer se láttam még, de van egy, úgyhogy azt hiszem azért eléggé jó. Ez a dispenser, ez jobb, mint amennyire... Figyelj, ez itt elég jó volt. Akartam mondani, hogy ez elég jó, mert blokkolja ugye ezt az ajtót, és ha valaki be akar jönni rajta, akkor azt mindenképp észreveszi a gyerek, de hát mindegy, meggondoltam magát, neki ez oda mégse kell. Mégse tetszett neki. Figyeljétek, megeszem húsit. Nem menj ki, ott egy sniper! Ott egy sniper, és ott rohangálok is dobozával. Ide jövök! Oké, gyerekek. Ez nem tudom, mondható a loadout értelmének, tehát hogy én most lerontom egy snipert, ez nem tudom, hogy mennyire ez a célja a dolognak, megöltem vele 3 embert így egymás után. Oké, ez így eléggé szerencsés volt szerintem. Ezzel 37-es astatom. Valaki? Nem. Pedig ez is eléggé epikul nézni, hogy ideugrok és itt egy engineer, aki velem van, úgyhogy annyira mégse volt epik, de szerintem azért úgy értitek, hogy minek kellett volna történnie. Még egy húsi, mert előbb is eléggé szerencsésen alakultak a dolgok. Megnézzük. Gyertek, HP-t is veszek föl közben. Ott van, király. Ott, scout. Megvan a scout. Ő is megvan. Még egy scout.
Megint egy hármas kombót öltem. Igazából annyira nem rossz az a loadout, mint amennyire gondoltam. Eléggé fán vele játszani, úgyhogy lehet, hogy még videón kívül, vagy akár már is másik videóban még fogok ezzel játszani. Hát szerintem ennyi lett volna az a loadout, azt a Spire-t még megölöm, mert az... Hát szerintem már... Oh, ott van, és én is meghalok, de nem számít, mert megöltem majdnem. Hát mindegy. Ennyi lett volna az a videó, ez a loadout sokkal jobban szerepelt, mint amennyire ezt vártam. Sziasztok! Igazából teljesen mindegy, mire rakom, mert mindegyiknek halni előbb-utóbb. Megint visszakaptam ezt, meg ezt is úgy, hogy igazából tényleg elég szerepelt.